Szang Niki vagyok, textúrázó. Középiskolás korom óta már tudtam, hogy grafikával szeretnék foglalkozni, és nagyon érdekeltek az animációs filmek. A textúrázó csapatban előkészített 3D modellek felületeit festjük ki, hogy azok minél anyagszerűbbek legyenek, ilyenek például az emberi bőr, a fa, a fémek, a ruhák és az állatoknak a szőre. Referenciákkal dolgozunk, amiket vagy az artdirektorunktól kapunk, vagy az ügyféltől, vagy pedig a rendezőtől, vagy pedig magunknak kell megkeresnünk ezeket, és velük egyeztetve tudjuk őket felhasználni. Kapjuk az előkészített modelleket, nekünk ezekre kell felfestenünk a textúrákat digitálisan, tehát digitális programokat használunk. Ilyen például a Photoshop, ami mindig szükséges, tehát annak az ismerete az alap, a Body Paint, és most jött be hozzánk új program, a Substance Painter, és ezt is mindig használjuk. Amikor elkészül egy textúra, a shaderes csapatnak adjuk tovább, akik véglegesítik az anyagok kinézetét. Egy jó textúrázónak rendelkeznie kell olyan alapkészségekkel, mint például a jó kézügyesség, a szín és formai érzék, és mindenképpen a művészetek iránt érdeklődjön, és fontos, hogy az illető tudjon jó csapatban dolgozni. Mindig grafikával szerettem volna foglalkozni, és ez most összeadódott, hogy olyasmivel csinálhatom, amit tényleg érdekel, ilyenek az ugye az animációs filmek. Amikor elkészül egy film, nagyon jó megnézni a végeredményt, és felfedezni benne a saját kezünk munkáját.